És akkor eljutottunk a műsor végéig. Csináltam egy összefoglalót azoknak, akik most érkeztek esetleg, tehát hogy nem kellett volna végigülni ezt a két órát, hanem sokkal egyszerűbben végig lehetett volna nyomni. Ugye ráadásul csökkentettem ezt. 5 alapvető gond Budapesttel. Az első, hogy általában büdös van. Ez nem tudom, ki szokott átjönni a Petőfi hídon. Ott van egy olyan pont, ahol bárhonnan, mondjuk Ausztriából jössz, az még ijesztőbb. Tehát, hogy akkor már még kontrasztosabb a dolog. De hogyha a Petőfi hídról megérkezel, ugye érzed ezt a nagyon átütő büdöset. Valaki üvölt. Ez nincsen célja, vagy nem egy ilyen olaszos kommunikáció általában, teljesen céltalanul. Én múltkor hajnal 4:30-kor voltam kénytelen kimenni az erkélyre, mert valaki üvöltötlen, hogy megöllek. És nem volt ott más. Tehát ez... Ha lett volna az indulatának célja vagy iránya, én ezt megértem, de ez így nem jó. Csak oda nem húgyoznak emberek, ahova éppen kutyák húgyoznak. Hogy ez egy ilyen kollektív nyilvános WC, mert sokan nem is szégyellik, hogy oda végzik a dolgukat. Svájcban már az van, hogyha véletlenül lepisil egy épületet a kutya, van nálad egy kis vízpalacban, és leöntik. Ugye? Ezért néznek ki így a svájciak, ugye, nyomorultul, egész nap húgyot öntögetnek. Dugó van. Tehát ez a kommunikáció nem jött át, hogy ez egy gyalogos és kerékpáros barátváros. Hogy az autósok meg nem barátai ezeknek, ugye? Tehát ők akkor is megpróbálják, hogy én, ha egyszer élek, akkor is bejövök Budapestre kocsival, rohadjanak meg az összes. Felesleges próbálkozni. Tehát ezt fel kéne végre adni. Én ezt mindig propagálom, hogy mindenki költözzön oda, ahol dolga van. Tehát az összes... Mit lehet csinálni Nagykovácsiba? Lófasz nincs ott. Tehát, hogy ez kiköltöztem, és utána az SUV-val bejárogatok, hogy hoj, de érdekes ez a Budapest, ahol vannak a dolgok. Nem? Ez... Én javasoltam már, hogy például, nem tudom, Gyált nevezzék át valamikkel, hogy Fosputtonyt, ugye? És akkor, jaj, hát inkább beköltöztem a Józsefvárosba, mert olyan kellemetlen volt, ha levelet kaptam. Ami nincs lepusztulva, az nagyrészt felesleges presztízs beruházás, nem? Tehát onnan lehet tudni, hogy valami nem fővárosi kezelésű, hogy geci nagy, nem? Tehát, hogy ez így... Én azt nem értem, hogy minek ennyi stadion, nem? Tehát, hogy ez egész hihetetlen. Valaki végigjön a Könyves Kálmán körúton, olyan, mintha egy ilyen permanens katari futballvilágbajnokság lenne, csak a szükséges források nélkül. Tehát, hogy nem tudom, hogy... Követték-e, hogy nekünk nincs ennyi olajvagyonunk, ugye? Sőt, hogyha nem küldenek, akkor semmilyen olajunk nincsen, tehát ez így nagyon kellemetlen, hogy ilyenekre költjük a pénzt. Illetve hát én nem vagyok az az ember, aki csak a hibákat keresi, megoldási javaslatokkal is előálltam, ugye mindenki kitiltása mindenhonnan 2 hónapra, és általános dugódíj, tehát ha bárhol megállsz, 60 000 forint. Lehet, hogy a gyalogos gázolások gyakoribbak lesznek a zebráknál, de meg kell csinálnunk. Ugye engem nem érdekel, hogy piros, én nem fogok megállni, ugye? De másik szellőztetés, összesöprés, aszfaltozás és a Dunával leöblítés. Ugye miután kiürítettük a várost, kicsit megfogjuk Csepelnél, és ki lehet öblíteni az egészet. Alanyi jogon kerher mindenkinek, és csatlakozó hálózat kiépítése. Tehát egy ilyen, van ez a központi porszívó, talán ismerős, lehetne egy fővárosi központi magas nyomású mosó, és azt mindenki szereti, nem? Ugye? És látsz egy kis ízét, kutyahugyit, látsz egy gazdit, aki húgyiztat, ugye? És...
biciklisáv kijelölése a 3-as metróban, amíg nem jár. Legalább használjuk valamire, munkásoknak is van kaland. Jaj, láttad ezt a jó kis bigét? Hú, ugye? És mindenki jobban érezni magát. Ugye? És itt van a lényeg, hogy az agglomerációban, ez a tovább gondolása a tervemnek, az agglomerációban lakó beköltöztetése oda, ahol dolguk van, a hajléktalanok és a kutyások beköltöztetése az elköltözött agglomerációsok házaiba. Tehát én az esélyegyenlőségnek túlzottan nagy híve vagyok. Tehát akinek szerintem Solymáron van egy háza, az gyanús. Tehát akkor az majd tanul belőle, ha azt kapja, akivel rosszabbul bánt az élet. Hopszi-bopszi. Mentálisan betegeknek, és akik az utcán kóricálnak, ingyenes kezelés a Lady Milliárd fedélzetén, ha az megtelt, akkor a Hungest hotelekben. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy akinek bármilyen mentális problémája van, azzal így bánjon egy nemzet, nem? Tehát ez, és mindenki, senkivel nincsen itten törődve. Tehát az ember utazik a 4-es, 6-os villamoson délben, azt szerintem tényleg ez a furasáv, csak furák vannak. Tehát nincs olyan ember, aki annak képzelné magát, aki. Tehát ez szerintem már nem normális, tehát így nem lehet üzemeltetni egy országot, és ez talán megoldás lenne, hogy kicsit figyelnénk rájuk. A másik, minden mosdó ingyenessé tétele és bekamerázása csak az fizet, aki rosszabb állapotban hagyja ott. Nem ez a nyilvános vécéknél, ez a közlegelőknek a tragédiája, hogy ugye nem, nyilvános vécé, mindenki jöhet. Ugye, tehát egy ilyen Gardena promót nyom mindenki a kakaskával, szerintem elfogadhatatlan. 23 óra után a Csepel művek területén vagy a Biodómban buli központ kijelölése. Tehát én értem, hogy partika, bulika van, én meg elmúltam 40, több adót fizettem, mint aki iszik. Nem? Tehát abszolút népszerűtlen intézkedés, viszont a Biodómban végre lenne valami. Nem? Az egyébként most ugye probléma, hogy jövő téltől nem lehet fűteni a Biodómot, egy ember 100 watt, ugye egy kis speeddel, föl tudunk menni 150-ig. Üvöltözőknek 2 hetes indulatkezelési kurzus, a második alkalom után bentlakásos 10 éves, tehát ebből majd tanul, tehát kiabálsz, nem fogsz. Bárki behajthat, aki ültet naponta 5 fát, ha egyedül ül a kocsiban, 20-at. És a második 20-at a saját kertkapuja elé kell ültetnie, tehát ezzel elé tudjuk venni ennek, hogy beautózgassanak. Illetve SUV-s anyukáknak, tehát tényleg ők az, akiktől sztrókot kapok, hogy kiköltöztünk egy nagyon szép kertes házba, tényleg ahol a tuják úgy néznek ki, mint a lelánkszorozott vatacukor, hát nem igazán klímát kedvelik, de jól nézett ki a látványterven, és ugye ők meg hordják be tényleg ez a ringató, purcoktató, muncoktatóra, mert hát nálunk ott nincsen megfelelő szakképzettség ehhez, ahol mi lakunk itt az elővásárosban, és ehhez ugye vettünk egy SUV-t, ami az esélyegyenlőség másik nagy eszköze, hiszen így mi biztonságban vagyunk, viszont ha szembe jön egy Suzuki, is ön meghal. Ugye? Tehát nekik van egy ilyen külön óra vonat, ugye amúgy is a MÁV az abszolút ráment erre az erotikus vonalra, ugye most vannak kisszek, meg flirt, ugye? Tehát az nem tudom kinek tűnt föl, hogy a Stadler az csak ilyet gyárt, lesz majd a 69, ugye? Tehát az már egy a magyar TGV, hogy mindenki szop és nyal egyszerre, de ugye forgalmival tudunk igénybe venni. Szerintem ez a legjobb mindig van ez a mobilitás, vagy autómentes nap, és amikor forgalmival lehet felszállni a buszra. De szerintem sokan félreértették, hogy csak a busz forgalmiával, ugye, mert akkor van a legnagyobb dugó, mert akkor lezárják az utcát, hogy bízik mindenkiben, hogy értették az emberek mi az üzenet, nem értették.
és koldusok átképzése parkolóőrré vagy közteressé, hogy adjunk munkát nekik, és ugyanúgy pénz a vége, illetve Mészáros Lőrinc céges részvényeivel alapítvány létrehozása, ami minden olyan pedagógus támogat, aki kevesebbet keres havonta, mint Lőrinc óránként. Ugye benne is megvan a hajlandóság a jóra, de segítsünk neki. Tehát, hogy ne kelljen tippelgetni, mire költse, illetve drogosok átnevelése kerheresekké, vagy önkéntesekké oltópontokon. Tehát most ugye most a szociális törvénynek a módosítgatása zajlik, és tényleg majd ez, hogy majd a rokonok, tehát hogyha szerintem az lesz a következő fázis, hogy a halott rokonokat is exhumálják, hátha, tehát egy ilyen Walking Dead rendszerben a szociális rendszer, és hát foglalkozzunk azokkal, akikkel probléma van. Tehát ez nem lehet, hogy elhanyagoljunk mindenkit. A Korvin sétányon szoktam sétálni, és ez herbál, és ezek a designer drogok, brutális állapotok vannak. Nem lehet ezelőtt behúgyni a szemünket, vagy becsukni a szemünket. Tehát az elképesztő, hogy egy ember úgy tud térdelni ezen drogok hatása alatt, hogy nem ér le a lába. Tehát ennek véget kell vetni, illetve a trafik szeretett szolgálat. Tehát én nagyon dohányzás ellen is vagyok, tehát a végére elveszítek minden nézőt itt. De hogy van egy olyan termék, ami rákot okoz, és lehet forgalmazni. Gondoljuk meg, ha a kvantoöblítőről kiderülne, hogy rákot okoz. De ez még belefér, nem? Tehát az azbesttől olyan fehérebb és faszább a dolog. Én azt javaslom tényleg, hogy amennyien meghalnak és a TB-nél kárt okoz a trafik, vagy ez a nemzeti dohányforgalmazás, fiú, lehet a drogosokra költeni, abszolút. Rehabilitáljuk őket, nekik még adjuk egy utolsó esélyt. Illetve hát a legnagyobb ötletem, ez a kerékpáros háló felszerelése a lámpás kereszteződéseknél. Én abszolút biciklis barát vagyok, de pont az ő érdekükben. Tehát aki még így pirosnál úgy érzi, hogy van ennyi a vádliában, terüljünk ki, hogy nincs. Tehát följön egy háló, ugye, és akkor lehet egy ilyen bírót esetleg, hogy netz, ugye ez még pont átsuhant volna sárgánál, de sajnos nem. És hát végül, ugye Buda és Pest legyenek testvérvárosok, ugye annyi ilyen külföldi testvérvárosa van Budapestnek, hogy hihetetlen, hogy legalább ezt a két részt össze lehetne hozni, hogy akinek nem ilyen gyanúsan budai a haja, ugye azt legalább mi pestiek fogadjuk el. Tehát ugye a testvérvárosunkból van, vagy ugye a budaiak, akik letekintenek ránk, ugye mert mi abban bízhatunk csak itt Pesten, hogy egy nagyobb eső lesz, és átszivárog a GDP, ugye? Hogy akkor egy kicsit együtt dobbanjon a szívünk legalább ezen a születésnapon. Köszönöm szépen.